Sziasztok! Ez itt a Viselkedés Biológia Nektek Veletek tudomány népszerűsítő sorozatunk harmadik része. A mai epizódban bemutatkozik a Senior Családi Kutyaprogram. Szó lesz arról, hogy milyen módszerekkel kutatják a kutyák öregedését, hogy az miben hasonlít az emberek öregedésére, és azt is megtudhatjuk, hogy mikortól tekinthető a kutya öregnek, vagy épp meddig élt a valaha ismert legöregebb kutya. A Senior Családi Kutyaprogram az Európai Kutatási Tanács támogatásával jött létre 2016-ban. A program célja a kutyák kognitív öregedésének vizsgálata. Alapítója dr. Kubinyi Enikő, etológus, az etológia tanszék tudományos főmunkatársa. Szakterületei a szociális tanulás, etorobotika, farkasok és kutyák szociális viselkedésének összehasonlítása, személyiségkutatás és viselkedésgenetika. Korábban sok mindennel foglalkoztam már az etológia tanszéken, elsősorban kutyák viselkedésével, de genetikai kutatásokban is volt már tapasztalatom, és igyekszünk olyan problémákra fókuszálni, amik igazán fontosak. Az öregedés az az. A Senior Családi Kutyaprogram az azzal a célral alakult, hogy az kutyáknak az öregedését kutassuk. Két okunk is volt erre. Az egyik az az, hogy az emberek nagyon szeretik a kutyájukat. Európában most több kutyát nevelnek az emberek, mint ahány 15 év alatti gyereket, és szinte mindenki családtagnak tartja a kutyáját. Hogyha megkérdezzük, hát nyilván akiket mi meg tudunk kérdezni, az egy speciális minta. A másik ok pedig az az, hogy a kutyák öregedése az nagyon hasonlít az emberekéhez. És mivel a társadalom előregedése az egy globális probléma, ezért az öregedést fontos kutatni, és azt gondoljuk, hogy a kutya egy jó modellállat. Sok szempontból jobb modellállat, mint azok, amiket laboratóriumban tudnak vizsgálni a kutatók. Az ember végtelenül komplex élőlény, és nem lehet szabályozni sem az életvitelét, sem a hatásokat, amik érik az igen hosszú élete során. Ezért bizonyos jelenségeket könnyebb modellállatokon megfigyelni. Azonban a jól ismert modellállatok, mint az egerek vagy a fonálférgek, az öregedés vizsgálatára nem minden esetben alkalmasak. Pontosan a jelenség bonyolultsága miatt. Itt lép elő a kutya, mint modellállat, hiszen társállatként velünk azonos környezetben él, és ez alatt nagyon hasonló hatások érik, mint minket. De élethossza nagyjából 6-szor rövidebb, mint az emberé. Egy kutya átlagos élettartama 13-14 év. Bár ez nagyban függhet például a fajtától vagy a testmérettől, mivel a kistermetű kutyák általában tovább élnek. Emiatt azt is nehéz meghatározni, hogy mikortól tekinthető egy kutya öregnek. De ha a gazdákat kérdezzük meg, általában 10 éves házi kedvenceikre már nagy részük öregként tekint. Csak úgy, mint az embereknél, a kutyáknál is megfigyelhető az a tendencia, hogy egyre magasabb kort élnek meg a sok gondoskodásnak és állatorvosi ellátásnak köszönhetően. Azonban ezzel a nem egészségesen öregedő állatok száma is növekszik. Sőt, az embereknél előforduló, időskori demenciához hasonló állapot is megjelenhet náluk. Ez a kognitív hanyatlás hozzávetőlegesen a kutyák 14-35%-át érinti időskorára. A Senior Családi Kutyaprogram kutatásai három fő irányból közelítették meg az öregedést a kutyáknál. Vizsgálták, hogy a kor előre haladtával hogyan változik meg a viselkedésük, hogy milyen változások állnak be agyuk felépítésében, aktivitásában és a génjeik működésében az öregedés során. A kutatócsoport indulásakor egyedülálló volt abból a szempontból, hogy laboratóriumi egyedek helyett családi kutyákon ilyen komplex módon kezdte elvizsgálni az öregedést. Eredményeik nem csak ahhoz járulhatnak hozzá, hogy a kutyák hosszabb és egészségesebb életet élhessenek, hanem például olyan betegségek megelőzésében vagy kezelésében is segítséget nyújthatnak, mint a humán Alzheimer-kór. A viselkedéstesztek során fiatal és idős állatokat hasonlítottak össze különböző helyzetekben. Úgy találták, hogy az idősebb kutyáknak rosszabb a memóriája, nehezebben tanulnak, kevésbé kitartóak, rosszabb a probléma megoldó képességük és kevésbé érdeklődnek az újdonságok iránt.
Ezek az összefüggések erősebbek voltak a rosszabb egészségi állapotban lévő kutyáknál. A viselkedéstesztek mellett a gazdák kérdőíveket is kitöltöttek. Ennek előnye a gyors és nagy mennyiségű adatgyűjtés, így rengeteg hasznos információhoz jutottak a kutatók, melyek segítségével különböző öregedési pályákat vázoltak fel, és arra is fényderült, milyen környezeti tényezők befolyásolhatják, hogy egy kutya igazán magas kort élhessen meg. Míg a világrekorddel legidősebb kutya 29,5 évig élt, a kutatással töltött évek során Enikőjéknek itthon is szerencséjük volt több matuzsálemkorú kutyával is találkozni. Az például egy óriási élmény volt, amikor meglátogattuk Sárét udvariban Buksit, aki akkor 25 éves volt, egy lovardában élt, és csodálatos állapotban volt. És megismerni őt, ezt a nagyon-nagyon kedves és barátságos kutyát, és azt, hogy hogyan él, az tényleg belém égett, és egy életre szóló élményt jelent. Azt gondolom, hogy az, hogy ő szabadon élhetett a falu szélén, és kijárhatott például egerészni, amikor csak jónak látta, vagy az, hogy folyamatosan kedves, barátságos emberekkel találkozott ott a lovardában, az mind-mind hozzájárult ahhoz, hogy ő boldogan és hosszú életet élhetett meg. De nem csak az életvitel befolyásolja az öregedést, hanem az öröklött tényezők is. Genetikai hátterünk nem csak azt határozza meg, hogy milyen színű lesz a szemünk vagy a hajunk, hanem azt is, hogy hogyan öregszünk. Arról azonban jelenleg nagyon keveset tudunk, hogy pontosan hogyan hatnak génjeink az egészséges öregedésre. Így a kutatók molekuláris módszerek segítségével arra is keresik a választ, hogy vajon néhány kutya miért öregszik sikeresebben, mint a többi. A genetikai állományunk úgynevezett nukleinsavakból áll. Úgy képzelhetjük el, mint egy hosszú, négyféle színes gyöngyből álló láncot. Embereknél ez a lánc körülbelül 3 milliárd gyöngyből áll, még kutyáknál 2,5 milliárdból. Az információ a gyöngyök sorrendjében rejlik, tehát nem mindegy, hogy milyen színű gyöngyök jönnek egymás után a láncon. Génnek nevezzük a lánc olyan szakaszait, amikről a géntermék képződik. Egészen pontosan a szervezet felépítéséhez szükséges fehérjék elkészítéséhez tartozó kódot tartalmazzák. Teljes genomszekvenálás esetében nem más csinálnak, mint meghatározzák az összes gyöngyöt egyenként, hogy milyen sorrendben követik egymást a láncon. Az öregedést nagyon-nagyon sok gén szabályozza. Az egyik kutatásunk alapján az agyban, amikor fiatal és idős kutyákat hasonlítottunk össze, ott azt láttuk, hogy 3400 génnek is különböző volt a kifejeződési szintje az idős kutyákban, mint a fiatalokban. Tehát ez leegyszerűsítve azt jelenti, hogy mondjuk vannak olyan gének, amelyeknek a szintje az megemelkedik. Tehát a géneknek az aktivitása az megemelkedik mondjuk időskorra. Nagyjából egy ilyen 1600-1700 körüli gént találtunk ebbe a korcsoportba, vagy ebbe a csoportba, és volt másik 1700 körüli gén, amelyiknek a génexpressziós szintje az csökkent, tehát csökkent a gén aktivitása fiatal korról időskorra. Az egy meglepő eredmény volt, hogy nem azt találtuk, hogy van egy gén, amelyik mondjuk lehető, vagy egy génnek egy bizonyos változat, amely lehetővé tette a kutyáknak azt, hogy nagyon sokáig éljenek, hanem azt találtuk, hogy átlagos génvariációk találhatóak meg a nagyon idős kutyákban is, csak ezeknek a génvariációknak a pontos szabályozása az, ami ő lehetővé tette azt, hogy ezek a kutyák ilyen sokáig éljenek. Ez egyenlőre egy hipotézis, de ez egy nagyon érdekes eredmény. Szintén a kutatócsoport úttörő kezdeményezése a Kutya Agy és Szövetbank megalapítása, melynek célja, hogy a tárolt minták segítségével járuljanak hozzá további kutatásokhoz, vagy akár oktatási és gyógyítási célok számára biztosítsanak alapot. Más laborokban létrehozott szövegbankokhoz képest, abból a szempontból egyedülálló, hogy családi kutyák szövetmintáinak tárolására alapították, melyeket gazdáik ajánlanak fel a tudomány számára. Így ismert a kutyák élettörténete, betegségei, viselkedése. A szövetbankra épülő kutatások sokrétűek. Az öregedés okozta morfológiai változások mellett vizsgálják többek közt a kutya demenciát, de a kutya agyi evolúciójával összefüggő vizsgálatok is zajlanak külföldi kutatócsoportokkal kollaborálva. És bár a fő fókuszpont az agykutatás, adott kutatásokhoz más típusú mintákat is gyűjtenek,
például izom vagy bőrszövetet. Az elmúlt 5 év alatt több mint 170 mintát gyűjtöttek, de a szövetbank továbbra is bővül, és a kutatók várják a további felajánlásokat. Felajánlásnak van egy jól meghatározott menete, amikor elindítottuk a kutyaügyi szövetbankot, kifejezetten sok időt és energiát fordítottunk arra, hogy ezt egyrészt átláthatóvá tegyük, másrészt olyan értelemben elérhetővé, hogy amikor egy gazdi a nagyon nehéz érzelmi állapotban szembesül azzal, hogy most már el kell engedni a kutyáját, akkor ne kelljen mindenféle komoly adminisztratív dolgokkal szembesülnie. Amikor valaki úgy érzi, hogy közeleg az idő, hogy elengedje a kutyáját, akkor fel tudja már venni velünk a kapcsolatot, tehát kitölthet egy űrlapot, amelyen jelzi a felajánlási szándékot, és innentől kezdve mi felvesszük a kapcsolatot az állatorvossal, akit megjelölt az elaltatásra, minden információt továbbítunk a tulajdonos, illetve az állatorvos felé, és szervezésben is annyiból tudunk segíteni, hogy nagyjából meg tudjuk mondani, hogy mikor aktuális, tehát mikor tudjuk fogadni a felajánlást, hogyan tudunk elmenni a testért. Tehát ilyen szempontból igyekszünk mindent a lehetőleg, talán a legjobb fogalom, legbarátságosabbá tenni a gazda számára. Ezen belül belefutottunk nagyon sok különböző helyzetbe, tehát fontosnak tartjuk azt is, hogy érzelmileg is, ha kell, azért támogassuk a gazdákat, hiszen ez tényleg egy nagyon nehéz esemény. Egyébként nagyon sok gazdánk pont erről számolt be, hogy számára megnyugtató volt az, hogy a nagyon szomorú és elkerülhetetlen eseménnyel is azért valamit még adhatott az ő kutyája az emberiségnek és a tudománynak. A legfontosabb kritérium, hogy a molekuláris vizsgálatok érzékenysége miatt 4 órán belül el kell tárolni a mintákat. Így főként állatorvos végezte eutanáziában elhunyt kutyákat tudnak gazdáik felajánlani. Viszont sem a fajta, sem a kor nem számít, és az időskorban elhunyt állatok mellett fogadnak betegség vagy baleset miatt elaltatott kutyákat is. A gazdáknak semmi más teendője nincs, mint felvenni a kapcsolatot az etológia tanszékkel, akik tájékoztatást nyújtanak és mindenről gondoskodnak. Az egyik legizgalmasabb eredmény, ami már az agy és szövetbank létrejöttének köszönhető, a demencia kutatáshoz köthető és egy amerikai kutatócsoporttal való együttműködés során született. A kutatók a humán Alzheimer-kórhoz hasonló elváltozásokat, az úgynevezett beta-amiloid fehérje feldúsulását találták azon kutyák agyszövetében, amelyek erőteljesebben mutatták a demencia jeleit. A kutyák időskori demenciája az pont azért izgalmas kutatási terület, mert nagyon sok szempontból hasonlít az emberek időskori demenciájához, azon belül is elsősorban az Alzheimer-kór lefolyásához. A kutyáknál is hasonló tünetek jelennek meg, a kezdeti tünetek azok általában olyan zavart jelentenek, hogy nehezen tájékozódik a kutya, eltéved, esetleg beszorult tárgyak mögé, tehát nem jut eszébe, hogy hátrafelé kéne mozogni, fölbúl az alvási ciklusa, tehát elkezd éjjel mászkálni, gyakorlatilag ok nélkül. Előfordulhat, hogy látszólag fölöslegesen ugat a semmibe. Ezek általában a kezdeti tünetek, de extrém súlyos esetben odáig fajulhat ez a kutya demencia, hogy nem ismer meg ismerősöket, akár a saját gazdáját sem. Ismerős lehet ez azoknak, akik az Alzheimer-kór esetében hallottak róla, hogy ilyen memóriazavarokat okoz. Hogy pontosan mi okozza, azt tulajdonképpen még embereknél sem tudjuk 100%-osan. Nyilván a szövettani elváltozásokat látják a kutatók, ezeknek az úgynevezett amiloid plakkoknak, a tau filamentumoknak, ilyen fehérje, úgy mondhatnám, kötegeknek a kialakulása, illetve a sejtelhalás az agyban. A közvetlen, illetve közvetett molekuláris okokat megvizsgálja a tudomány, és pont ezért lehet izgalmas a kutya, mert segíthet jobban föltárni ezeket a molekuláris folyamatokat, illetve abban segíthetnek sokat a kutyák, hogy a molekuláris folyamatokat befolyásoló terápiákat dolgozzunk és teszteljünk. A kutyák öregedésének vizsgálata tehát nem csak azért fontos, hogy minél tovább egészségesnek tudhassuk házi kedvenceinket, hanem a kutyát, mint modellállatot vizsgálva, rengeteget megtudhatunk saját magunkról is. A következő részben bemutatkozik az Alfa Generáció Labor, és kiderül, hogy hatnak a digitális eszközök, vagyis a kütyüzés a gyerekek fejlődésére. Tartsatok velünk legközelebb is!